Az ametiszt a kvarc kristály ibolya színű változata. Sok család azonban tudja, hogy egyet jelent a felhőtlen szórakozással is. Az Ametiszt Bábszínház már évek óta Budapest egyik legszínvonalasabb társulata. Azonban a vidéki családoknak sem kell elkeseredniük, hiszen a társulat országszerte játszik óvodákban, iskolákban, művelődési házakban, valamint számos rendezvényen is. Mi állandó budapesti játszóhelyükön, a Rátkai Márton klubban látogattuk meg őket. A fellépések előtt több órán keresztül készülnek a színészek. A csapat autóval szállítja a helyszínekre a nehéz felszerelést minden egyes alkalommal. A díszleteket, hangfalakat, bábok és kellékek tucatjait és a paravánt mind-mind ők készítik elő. A beépítés után gyors hang- és fénypróba következik. A társulat főként a 3-10 éves korosztály számára ajánlja előadásait. Ezek többségében paravános bábjátékok. Jelen pillanatban 6 darabunk van repertoáron. Ő a főszereplője a Ruth kiskacsának, Andersen jól ismert meséjének. Ő egy mimikus báb, ami azt jelenti, hogy tudja a száját mozgatni. És ugyanígy a többi szereplő, ebbe a darabba a kutyus, a cica, mindegyik ugyanígy tudja a száját mozgatni. Mi általában paravános játékot játszunk, kesztyűsbábokkal, tehát ez a hagyományos bábtechnika. Ilyen például a televízióból jól ismert Bálint Ágnes, Mazsola és Tárdé című előadása, a Jeges Maci barátai, amiben óriás figurák vannak, van egy óriási Bálnánk, Puputevénk, Rozmárunk és kis pingvinek szerepelnek benne. Ami még egy érdekes játéktípus, az a hamupipőke. Marionett bábokkal játsszuk az előadást. A darab össze van kötve élőszereplőbe. Van egy bolond figuránk, aki végigviszi az előadásnak a fonalát, és emellett játsszuk a darabot. Kék kutya története, ami egy nagyon-nagyon kedves, nagyon aranyos előadás, szintén élőszereplővel, egy tengerésszel, és egy kék kiskutya történetét meséli el. A Citromka, vagy Mag Tündér csodái című bábelőadásunk, ami egészen kicsiknek készült, és egy nagyon kedves kis állatmese. Jó napot! A nevem Löki úr. Ma a Ruth kiskacsa előadást és előkészületeit kísérhetik figyelemmel. Az előadás előtt például az egyik kolléganőm itt a Rátkai klubban kijön, gitározik, énekel, a gyerekek hangszerekkel játszanak. Ez egy ilyen kis érdekesség. Az előadás végén kivisszük a bábokat, és meg lehet simogatni. Amit nagyon szeretnek a gyerekek, fotók is készülnek. Ami még kedvesség szerintem itt, hogy a végén mindig a adott produkciónak a főszereplőjét elkészítjük papírkartonból, és ezt haza lehet vinni, aminek nagyon sokszor örülnek a gyerekek, meg a szülők is. Játszottuk már anno a Kolibri Színházban, én a Kolibri Színháznak vagyok tagja, és tanulva annak a mesének akár a hibáiból is, tehát volt egy elég határozott elképzelésem, hogy mik azok a részek, amit erősíteni kéne a mesébe, és mik azok, amit esetleg nyesegetni, és ahogy tudom, egészen szép zene is készült hozzá Bornai Szilveszter tollából. Amit a közönség lát előadás közben, csak a jéghegy csúcsa. Érdemes hátulról is megfigyelni, mi mindent csinálnak a bábszínészek a játékon túl. Bum, 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 bum. Don't have nobody to call my own.
bum 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 bum. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Amikor kivittük a gyerekeknek egy mazsolai stádi előadás után a bábukat megmutatni, de csak mazsolát és a nyuszit vittük ki. Az egyik kisfiú nagyon elkezdte keresni Tádét. Beküldtük a paraván mögé, hogy menjen és ott keresse meg. És mire visszamentünk, addigra ott állt, és így szorította magához a Tádét. És hosszú percekig ott állt, és szorította, és folytak a könnyei. És kiderült, hogy neki volt egy Tádéja, akit nemrég temetett el. Köszönjetek neki szépen hangosan, mert a füle már nem a régi. Blöki úrnak szólítsátok! Jó napot, Blöki úr! Csókolom, Blöki úr! Jaj, ne ordítsatok már, nem vagyok én süket! Csókolom, Blöki úr! Hogy? Ja, persze, szerintem is ragyogó az idő. A bábtársulat szeretne saját állandó játszóhelyet. Reméljük, a mostani álom valósággá válhat. Az eddigi darabok mellett új bemutatókat is terveznek, a gyerekek legnagyobb örömére. A Rátkai Klubban még április végéig megtekinthetőek a társulat előadásai.